Sziasztok, én Robi vagyok, és köszöntöm titeket a legújabb videómban. Ez egy olyan vlog videó lenne, ugyanis látjátok, hogy van sérül egy kicsikét nagyon nincs macekba, úgyhogy elmegyünk fodrászhoz, és megyünk a csapattársaimmal futballozni, és azt szeretném az egész napot ma televlogolni, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, menjünk is. Mint láthatjátok, az idő újra undorító, szóval nem tudom, hogy nátok, akik mondjuk más megyében laknak, vagy más országban látok, milyen idő van, de itt. Tegnap sütött a nap hétágra, most meg szakadt az eső, mint a baromcsi, szóval sár minden. Katasztrófa, komolyan mondom, ez a téli időszak. Igen, szóval úgy képzeljétek el, hogy tegnap ez itt még minden egyedül szép volt. Most meg karácsonyfa is fölbukkant, tiszta sár minden. Ilyen időben a legrosszabb a kutyákat lehozni, főleg a hófehéret. Úram, atyám! Ez a lakótelep eléggé durván ki van most halva. Annyit szerettem a nektek még így amúgy mondani a videó elején, hogyha te most nézed ezt a videót és nem vagy nem feliratkozva, akkor iratkozz fel a csatornámra. Ugyanis, ahogy nézegetem mindig a feliratkozó számokat, 2399 feliratkozó van jelen pillanatban, és ez mindig egyszer felugrik, egyszer le. Szóval, ha nem vagy feliratkozó rám, akkor ezt is iratkozz le, vagy ne iratkozz le, iratkozz fel, hogy meglegyen a kézzel, ez feliratkozom. Előre is köszönöm szépen. Egyébként ma olyan videót gondoltunk a csapattársaimmal, hogy nekünk van egy kapusunk, és beállítjuk kapuba, és hát talán hárman, négyen leszünk, inkább hárman, és rúgunk neki kapura. És aki a legtöbbet rúgja, az nyer, az kap valami jutalmat, és aki a legkevesebbet, az ami brutális szivatást kap, a második pedig kevésbé szivatást, akkor talán egy jutalmat is kap egy picikét. Szóval ezt szeretnék volna megcsinálni, de az időre nézve nem tudom, hogy esetleg lesz-e ma egy kis foci. Mert tiszta sár minden, és lehet, hogy a pálya full csúszik, meg minden, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Az biztos, hogy a biztonság kedvére elkezdtem a vlog videót, hát ha nem jön össze ez a focis videó. Egyébként bocsánat a hangért, mert hallom, hogy néha lefogom a mikrofont, ez azért van, mert két kutyával vagyok, és amikor valamelyik megrád, vagy egy másik irányba szeretem venni, akkor kicsikét megbillenek, mert vagy körbe kell fordulni, vagy át kell lépkednem ezt a pórász, úgyhogy bocsánat, egy kicsit a néha... Szóval azt most jönnek ide fodrász, utána jelentkezem. Szevasztok, időközben már itthon vagyok, a fodrászat megvolt, mutatom is a pacekot. Szerintem eléggé jó lett. Fönt nem hallgattam sokat, mert egy kicsi hajam az nagyon nem tetszik, szerintem olyan kis fölül van. Úgyhogy készülődés van, hazaértem 9:40-re, 10:30-kor indulunk Sokolóra futballozni a csapattal, úgyhogy kicsit összeszedem magam, meg átöltözök, meg lefürdök, meg ilyesmi, és utána jelentkezem. Szevasztok! Szevasztok, időközben már indultam a futball mérkőzésre, úgyhogy kocsiba visznek, de előtte még elmegyünk Tokiért, a buszmegállóba, hogy felszedjük azt a gyereket, aztán beugrunk még a boltba venni üccsit meg kaját, aztán indulás van. De előtte még lelőjük az orbitális szemetet. Erre gyere, Taki! Szevasztok, időközben hazaértem, és a videónak sajnos vége is lett. Volt a videónak a közepén egy olyan klip, kettő klip, ami között véletlenül kihagytam egy részt, ugyanis mondtam, hogy ez várjuk lefele. Mondtam, hogy néha, és ott megálltatom a videót, szóval bazeg. Szóval ott az lett volna a folytatás, hogy néha-néha véletlenül befogom a mikrofont a kezemmel, és ezért hallottak rosszul. Úgyhogy azt bocsánat, hogy kihagytam, de most már a videó végén majd, ha nézitek, akkor tudni fogjátok. Úgyhogy próbáltam nagyon sok mindent berakni a videóba a nap folyamán, de igazából
ételtele ez a szombat, futball plusz fodrász. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornámra, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!